mögöttünk van ammónia, ahol van maga ammónia, az megy ki a csöveken, és így hűtjük a jeget. Aranyosi Csaba a létesítmény vezetője a jégpálya gépházában a jégkészítés technikáját magyarázza. Az enyhe téli időjárás nem kedvezett a jégpálya üzemeltetőknek, a jég előállítása ugyanis költséges, ezért nyílik a létesítmény december 11-én. A jégrétegét, maga a vízrétegét viszik fel a kollégák, és az hűt, tehát rétegesen. Megfagy, öntözzük, és a jég magasága olyan 4 cm kell, hogy elérje, úgyhogy korcsolyázható legyen. A jégpályára elsősorban a fiatalok járnak korcsolyázni. Két dunaszerdahelyi alapiskola és több környékbeli falu alapiskoláinak diákjai rendszeresen hódolnak a téli sportnak. Este 8 órától 10 óráig pedig a jégkorongozók vehetik igénybe a műjégpályát. Az időjárási viszonyoknak megfelelően próbálunk ideálisan nyitni, mint gazdasági eredmények szempontjából. 2 héttel ezelőtt még plusz fokok voltak, most hirtelen megjött a tél. A főszezon mindenképp a iskolai szünet, amikor is 400 látogatónk van naponta, utána ez valamennyit csökken, és ismét amikor jönnek a szünetek, tehát most a egynapos szünet, bármilyen szünet, az a főszezonja a jégpályának. A tavaly vásárolt fókajátszó alkalmatosságoknak köszönhetően sok kisgyermekes család is kilátogatott a jégpályára. Az előző téli idényben a közel 3 hónap alatt 12 000 látogatója volt a korcsolya pályának. A létesítmény a tervek szerint február végéig tart nyitva, az időjárási viszonyoktól függően.